Bár a szemfülesebbek és tehetősebbek már nyár közepén lecsapnak az albérletekre, a legtöbben augusztusban és szeptemberben keresik a kiadó ingatlanokat. Mivel idén nem történtek változások az ingatlan kiadás jogi szabályozásában, így a NAV szakemberei továbbra is arra biztatják a lakásbérlőket és az ingatlan kiadókat, hogy a felek szerződésben is állapodjanak meg egymással. Az első és a legeslegfontosabb, hogyha valaki ingatlant ad ki, vagy vesz bérbe, akkor mindenképp amellett, hogy megegyeznek szóba arról, hogy mennyi a lakbér, illetve hogy mikortól vehető ki az ingatlan, stb. Tehát a szóbeli megállapodás mellett írásba is kössenek szerződést arra vonatkozóan, hogy ki és milyen feltételeket tud érvényesíteni az ingatlan bérbevevés adáskor. Nem csak az írásba foglalt, esetleg közjegyző által is hitelesített szerződés segíthet az esetleges viták rendezésekor, de az is fontos, hogy a bérleti díjak befizetései is rendszeresen dokumentálva legyenek. Minden esetben könyveljük le az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmünket, tehát a lakbért. Ezt véleményem szerint úgy a legegyszerűbb, hogyha valaki átutalja a bérbe vevő a bérbe adónak, mert ugye így sokkal egyszerűbben követhető mindkét fél számára, hogy melyik hónapban történt kifizetés vagy befizetés, és utólag is ugye egyszerűbb nyomon követni, nincs félreértés. De ugye vannak olyanok is, akik még mindig a készpénzt részesítik előnybe, esetükben pedig arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor is átvételi elismervényt állítsanak ki, hogy milyen összeget adtunk oda, vagy vettünk át a lakásbérbeadás áraként, és ugye utólag ezt is magyarázkodás nélkül meg fogjuk tudni keresni, és vissza tudjuk követni, hogy milyen jövedelmünk keletkezett az ingatlan bérbeadásból. A jogszabály szerint, ha valaki főállása mellett adja bérbe a lakását, akkor a lakóingatlan bérbeadása után államforgalmi adót nem, csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell befizetnie. Hogyha bejön a bevételünk, havonta X összeg a lakbér jogcímén, ugye akkor ezeket összesítenünk kell, majd adóelőleget befizetnünk negyed évente. De ugye, hogy jön ki maga a jövedelemnek az összege, ennek a kiszámítására kétfajta módszer létezik. Ugye az egyik az, amikor beérkezik hozzánk a lakbér, ugye ez havonta X összeget jelent, ugye ezeket összesítjük adott időszak végén, és levonjuk ebből például a közüzemi számláknak a költségét, felújítási költségeket, plusz az értékcsökkenést. Na, ilyenkor keletkezik az a jövedelem, ami után adóznunk kell, ez az egyik opció a kiszámításra, a másik pedig az, hogyha bejön hozzánk szintén havonta ez a jövedelem, ugye ekkor egy 10%-os költséghányadot számítunk, és akkor ennek az összegét fogjuk adóként befizetni. Az ingatlan kiadásból származó összeget az éves adóbevallás során önálló tevékenységből származó bevételként kell feltüntetni. A szakember szerint a jövedelemadó mértéke abban az esetben csökkenthető, ha a bérbeadó közüzemi számlákkal vagy felújítási költségekkel tételesen igazolni tudja, hogy a jövedelmének egy részét az ingatlanra fordította. Így elméletileg az is lehetséges, hogy valaki akkora összeget költ a háza vagy lakása felújítására, amely megegyezik a bérbeadásból származó teljes jövedelmével. Ebben az esetben nem szükséges jövedelemadót fizetnie. Az ingatlan kiadás adózásáról bővebb információk a NAV 10. számú információs füzetében találhatók.